külön is köszöntöm a Pannon TV jelenlévő nézőit. Évközi szent időben vagyunk, ahogy a zöld szín is mutatja rajtam. Ennek a szent időnek 17. vasárnapját üljük. Ezen szent idő fontos, kiemelten fontos lelki feladata, amit már itt elhangzott, többször is mondtam. Igyekezzünk megismerni az Úr Jézus tanítását. De ne elégedjünk meg az ismerettel, hanem igyekezzünk az ő tanítását, ami életünk részévé tenni. Aztán igyekezzünk megismerni az Úr Jézus életmódját, különféle élethelyzetekben láttuk őt, és tanuljunk ebből, mert mi is különféle élethelyzetekben vagyunk, és tanuljunk tőle, hogy hogyan lehetne, vagy hogyan szereti ő maga, hogy éljünk. Aztán ennek az időszaknak különösen fontos üzenete, célja, az Úr Jézus személyének a titka. Ki vagy te, Uram? Ha te vagy az élő Isten fia, vagy azt Péter apostol annak idején megvallotta, akkor van ki út az én életem zsákutcájából. Van megoldás az én életemre. Jézus az élő Isten fia, segíteni tud rajtam. Hát kedves testvéreim, mindez, hogy valóságra váljék az életünkben, ezért most a szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és vágjuk meg bűneinket. Bűnbánati imánkat gyónom a mindenható Istennek.
Istenünk, benned bízó oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó, áraz ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal és kormányzásoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy már most a maradandókhoz ragaszkodjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Kérem, most foglalja a helyet. Szólt tanítványainak, szedjétek össze a maradékot,
hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték, a 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékából, amit meghagytak azok, akiket tett. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek. Ez valóban az a próféta, aki a világba jön. Mikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyát tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban hívő kedves testvéreim, a csodálatos kenyérszaporításról szóló elbeszélést hallhatjuk imént János evangéliumából. Ez a 6. fejezetben található, javaslom, ajánlom, tanácsolom, ha megtehetik otthon, vegyék elő a Bibliájukat, és olvassák el az egész 6. fejezetet. Ez a fejezet viszonylagosan hosszú, de ott jól látható az, ami az egész evangéliumnak, Jézus egész gondolkodásának a lényegét tükrözi. Miről is van szó? Arról, hogy amit látunk, és amit nem látunk. Látni mit látunk ebből a történetből? Ott van sok ember, étkeznek, és mindenki jól lakott. Ez a külső, ez a látható világ. De az Úr Jézus mit akar? Azt akarja, hogy ebből a világból, a látható, tapasztalati világból minket elvezessen egy láthatatlan világba, egy láthatatlan életre, hogy kinyissa a szemünket, kinyissa az érzékeinket egy más világra. Ez nagyon fontos. Az Úr Jézus célja csak ez volt, hogy mi mielőttünk az emberek előtt feltárja az örök élet lehetőségét. És kedves testvéreim, kíváncsiságot akar bennünk kelteni, bizalmat akar bennünk kelteni, hitet, reményt, vágyat, nagyon fontos, hogy vágyakozzunk a láthatatlanra. Hát a látható azt mindenki tudja, milyen nem. Legalábbis én gondolom, tapasztalati emberek vagyunk. Reggeltől estig, estétől reggelig tapasztaljuk a láthatót, hogy milyen. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én nekem most a láthatatlanról fogok beszélni. Ha ilyen a látható, akkor megmutatom neked, hogy milyen a láthatatlan. Megmutatom neked a jövődet. Megmutatom neked életed végét, földi életed végét. Megmutatom a te életed beteljesedését. Megmutatom azt, hogy mi a te földi életed végső értelme és célja. De nagyon fontos. Ennélkül nem is érthető egyébként a hívő embernek az élete, a hívő embernek a magatartása. Érthetetlen. A gondolkodás aztán végképp nem érthető. De ha van egy láthatatlan világ, és van egy szemünkkel, érzékeinkkel nem befogható élet, amiről az Úr Jézus minket tanít, és ahova mi eljuthatunk, életünk végső céljáról van szó, akkor már érdemes gondolkodni, akkor már érdemes erőfeszítéseket tenni, mert igazán végérvényesen, ezt ne felejtsük el, az a bizonyos láthatatlan az igazi világ, és az a láthatatlan az a bizonyos igazi élet. Miért? Mert ez a világ, ami most látható, érzékelhető, ez az élet, amit élünk, ez minden estül mulat. És pontosan ezért az Úr Jézus felhívja a mi szemünket, érzékeinket, hogy próbáljuk vele együtt gondolkodni. És bizalommal, nagyon fontos, bizalommal
bizalommal elfogadni az ő üzenetét. Az ő üzenetének a lényege, hogy a mennyei Atya örök életre hív meg minket. Nem kevesebb. És pontosan ezért egy csodálatos kenyérszaporítás elbeszélése a bizalmat kell, hogy bennem fölébressze az Úr Jézus iránt. És hogyan? Hogy képzeljük mi ezt el? Úgy, hogyha ő erre képes volt, már pedig mi hittel valljuk, hogy igen, akkor hogy ne lenne majd képes arra, hogy majd életem végén, földi életem végén engem örök életem ajándékozom meg. Szóval itt egy nagyon nagy lépésről van szó nyilvánvalóan, a hitben, mert a hitben tesszük meg ezt a nagy utat, hogy amit tapasztalunk mindennapi életünk, Isten jelenléte, gondviselő szeretete, abból kiindulva egy sokkal nagyobb dologra kell eljussunk, az örök élet ajándékára. Megyek tovább. Itt az oltáron történik egy átváltozás. Szoktuk is tanítani, ugye itt tanulnak a gyerekeknek. Kenyérből Krisztus teste lesz. A borból Krisztus vére. Ha itt nem történik meg az átváltozás, nem hiszem, mondjuk, tegyük föl. Azt mondta, nem tudom. Volt nekem egy ismerősöm, erről beszélgettem vele, akkor azt mondta, hát figyelj, talán. Oda így hívtam, hogy talán. Bocsánat. Kérem szépen, ha én ezt nem hiszem, ha én ezzel nem tudok azonosulni, nézzük így a dolgot, gondoljuk ezt még egyszer, akkor hogy fogom azt elhinni, hogy ezen test helyére a halálomat követően egy újabb kapok? Olyan nincs. Ilyen szempontból erről az oldalról nézve, a mi hitünk az egy nagyobb anyagelmű. Ha ezt nem látom, nem hiszem. Ha nem hiszem el a csodálatos kenyérszaporítás történetét is, vegyük azt is ide. Nem hiszem el az, hogy Isten képes arra, amire én nem. Akkor, kedves testvéreim, hogyha fogom azt elhinni, hogy majd életem végén befejezve ezt a földi életet, mindegy, mikor nem megyek a részletekbe bele, hogyan fogom akkor azt elhinni, hogy ezek után majd Isten nekem egy új, örök, el nem múló életet ad. Ez ki az állam. Olyan nincs. Ezt nem élem át az evangéliumi elbeszélés alapján. A szentségem minden alkalommal lényegileg megtörténik az átváltozás, átlényegülés. Megyek tovább. Halálunkból. Egy olyan átlényegülés történik, mint itt. Hát akkor nem hiszem, kérem szépen, akkor üres a hitem. Tiszteletre méltó ember vagyok. Jó ember vagyok, rendes ember vagyok, becsületes ember. Minden jót el lehet volna mondani, csak egyet nem. Én nem bízok az Úrban, az örök élet reménye értelmében. Ez biztos. És itt jön az az anyag erősség, amiről az imént említettem. A kereszténységnek van egy egyszer-egy tapasztalati oldala is. Nem csak lelki, nagyon szellemi, szinte levegő az egész, nem. Valóság, tapasztalat, élet. És kedves testvéreim, ide akar elvezetni minket az Úr Jézus a csodáin keresztül. Azt akar, hogy lássuk, hogy ő mire képes, ahol ezekre képes, hallottuk az imént a evangéliumi elbeszélésben is, hogy betegeket gyógyított. Ha ő ezekre képes, már pedig igen, akkor képes lesz arra is, hogy majd életem végén, az én múlandó, az én halandó, és minden értelemben véges testem helyére egy újat ajándékozom nekem. Örökére, értelmére, bocsánat, az már nem a múlandóság, az már nem e világ rendjébe tartozik, mert minden, de minden múlandó, nézzenek ők. Mondjanak valamit, egyetlen egy dolgot, nem olyan sok, ami nem múlandó ebben a világban. Kedves testvéreim,
Ha ez igaz, már pedig alapvetésként ebből indulunk ki, akkor oda kell bizalommal forduljunk az Úr Jézushoz, aki megoldotta és megoldja életem, életünk legnagyobb problémáját. A halandóságot, a mulandóságot, a halált, akármit is nevezünk. Ez a lényeg. Ide viszont eljutni, csak a hitáltal lehet. Hogy én bízom benne, hogy én hiszek benned, Uram, én remélek benned, te bennem vágyakat ébresztesz a túlvilági élet iránt. Miért? Mert minden, ami itt van, az Uramból. Nem tudunk csinálni. Ha tetszik, ha nem. Ez nem választás kérdése, hogy én szeretném, vagy nem szeretném. Ez így nem működik. És kedves testvéreim, azért fontosak az evangéliumnak ezen részei, a csodákról szóló elbeszélések, hogy bennünk fölébresszék tényleg a hitnek, a reménynek, a bizalomnak csodálatos ajándékait az Úr iránt, hogy nehogy elforduljunk tőle. Mert ha elolvassák otthon, tanácsolom, János evangélium 6. fejezetében ezt a leírást, akkor látni fogják, hogy ennek a leírásnak a végén, többen, nem mindenki, de többen hátat fordítottak az Úr Jézusnak. És azt mondták, hogy tudod mit? Felejtsünk el. És ez ma is megtörténik. Számtalanszor. Nem mindenkinél természetesen, nem általánosítani, de sokakkal. És kedves testvéreim, készüljünk arra, hogy igen mondunk az Úr hívására, készüljünk arra, hogy bizalommal fordulunk felé, készüljünk arra, hogy higgyünk benne, készüljünk arra, hogy reméljünk benne, hogy rábízzuk az életünket, a sorsunkat, minden, aki vagyunk. És akkor tényleg megtapasztaljuk az Úr jelenlétének a csodáit, már most itt a föld életünk során, de ami a legfantasztikusabb, még egyszer is ezzel be is fejezem, még egyszer mondom, az az odaát lesz. Egy új és el nem múló élet értelmében. Dicsőség legyen az Úrnak ezért most és mindörökké. Amen. Kérünk téged, hallgass meg minket. A népek
Oh,
pedig szenteld meg ezt az adományt, árazd el rá szenteltedet, hogy számunkra a mi Úr Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy is a földön.
kegyesen békén napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az osztály, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne békeinket nézzed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Te, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a sebetetek. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Thank you.
Szentmiség végén. Hirdetném a magyar nyelvtelendieknek, akik ide jártok Szentmisére, hogy jövő hónapban, tehát augusztus során, a vasárnapi miserend szerint, az állandó, tehát ismert miserend szerint fogunk találkozni, tehát nincs semmi változás. Jó, köszönöm szépen a figyelmet. Most a Szentmiség végén pedig felállva, könyörögjünk az Úrhoz. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, Szent Fiat szenvedésének örök emlékét. Add kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetedben ő maga adott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek! És a szeretetek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, ő, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Amen. Szentmisénk véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istenem,